A mai műsorban vendégem lesz dr. Nagy Levente. Tudják, ő az a kunhegyesi fogorvos, aki nem volt hajlandó vízidíjat szedni. És mi a vége? Fegyver lesz a kezünkben egy év múlva? Én úgy gondolom, hogy polgárháború lesz. Mondjuk ezt rosszul esik az embernek kimondani. De én azt hiszem, hogy meg fogjuk még érni. Ez másképp nem megy. Tehát például van egy olyan élethelyzet, hogy én most dolgozok ott kunhegyesen, és átjárok egy szomszéd településre helyettesíteni. Ott csak az orvosi rendelés úgy működik, hogy az orvosnak a testi épségét egy biztonsági őr védi, tehát orvosi ellátás ideje alatt, hogy nehogy megverjék a cigányok. Miért akarják megverni? Hát mert ők úgy gondolják, hogy nem kapnak megfelelő ellátást. És ezért fogják és megverik. Tehát Magyarországon ez egy teljesen normális elfogadott dolog. Tehát ezt én eleinte nem akartam elhinni, és ez nem Borsod megyébe történik, nem a 8. kerületben, hanem az Alföld közepének kis faluba. Tehát ez egy szokás. És mit gondol? Ez nem tartható tehát ez a tendencia hosszú távon szerintem nem fog működni. És ennek az a vége, hogy egymásnak esünk? Hát igen, egymásnak esünk, de félretés ne esik, én is ezt gondolom.